kétféle versenynek lesz az eredményhirdetése. Az egyik a legszebb konyhakertek, a másik pedig a Virágot Nagykovácsinak. A legszebb konyhakertek már több mint egy évtizede működik itt Nagykovácsiban, és nem csak Nagykovácsiban, hanem egy országos verseny, ahol minden település a legjobb versenyzőit pedig benevezi az országos díjra. Nálunk már volt olyan év, amikor Nagykovácsi nyerte az országos díjat is. A legszebb konyhakertek ugye a nevéből adódóan is, azok elsősorban haszonnövényekről szólnak, de ma már azért ritka az, hogy valaki csak haszonnövényt és virágot ne termeljen, vagy ne szeretne gyönyörködni virágokban is a kertjében. És egy olyan 5-6 évvel ezelőtt az egyik képviselőtársunk ötlete volt, hogy hát a virágos kerteket is versenyeztessük, hiszen azért abból több van Nagykovácsiban, mint haszonnövény. És így lett ez a Virágot Nagykovácsinak, aminek nem titkolt célja, hogy példát mutasson a többieknek, és kedvet kapjon mindenki arra, hogy ne lebetonozza a kertje előtti részt és a kertje nagy részét, hanem teleültesse növényekkel. A nyertesek utalványt kapnak, amit a helyi olyan üzletekben vásárolhatnak le, akik árusítanak valamilyen kertészkedéssel kapcsolatos terméket, akár eszközöket, akár növényeket, akár olyan tárgyakat, amiben ezeket a növényeket még szebbé lehet tenni, tehát itt helyben nagykovácsi kereskedőknél tudják elvásárolni a jutalmat a jutalmazottak, és hát természetesen oklevelet is kap mindenki, és a legszebb kert, illetve a legszebb konyhakert, vagy a legszebb virágos kert, mindegyik kap egy-egy táblát, kerámia táblát, amit kitehet, hogy az egész falu, vagy bárki arra járó láthassa, hogy az övé a legszebb kert Nagykovácsiban. Elsőként, és azt gondolom legfontosabbként, az elismerésemet szeretném kifejezni. Nem csak azoknak, akik díjat kapnak, hanem azoknak, akik egyáltalán veszik a fáradtságot, a rengeteg energiával gondozzák, művelik a kertjeiket. Óriási érték ez, különösen látva azt, hogy egyre inkább elszaporodnak Nagykovácsiban is a lebetonozott udvarok, a betonos előkertek, és felüdülés látni azt, hogy viszont mégis sokan vannak azok, akik számára fontos, hogy zöld vegyen körül minket, fontos, hogy minél változatosabb növényvilág vegyen körül minket, és ez nem csak a saját maguk számára haszon, hanem haszon egész településünk számára. 9. éve, tehát 9 évvel ezelőtt hoztuk ide ezt a versenyt, akkor csatlakoztunk a Karcagról induló országos programhoz, és hát öröm látni, hogy tényleg milyen sokan művelik kertjüket, és ültetnek haszonnövényeket is, ami azért a híreket így időnként olvasva egyre fontosabb és egyre nagyobb jelentőségi lesz, mert nem csak arról van szó, hogy azért ezek a konyhakertek, amiket itt megnézünk, általában vegyszermentes kertek, tehát nagyon kevesen használnak kémiai védekezést. Most ugye az utóbbi évben azt látjuk, hogy tulajdonképpen jól is járunk vele, tehát hogy gyakorlatilag ki is fizetődik az a munka, amit beleteszünk a kertbe. A konyhakerteknél már évek óta nagy hangsúlyt kap az a szempont, hogy a talajt gondozzuk, tehát a talajon keresztül tápláljuk a növényeinket, mert hogyha a talaj rendben van, akkor a növényeink is rendben lesznek, és ellenállóbbak lesznek a különféle kártevőkkel, meg korokozókkal szemben. Emléklapot kap a Bakó család, kis kertet művelnek, következetesen évről évre, szép, és a gyümölcsök fáik egyre szebbek. És köszönjük szépen, hogy minden évben jelentkeznek. Ilyen képes ajándék a napépon. A második helyezett lett Koi László és felesége, de ők úgy látom nincsenek itt. Első helyezettet kapott idén, hát ő zárt kert kategóriában, Virág Jánosné. Köszönjük szépen, hogy önkormányzattól egy utalvány, és a Natéltól meg egy kis jelképes ajándékot. Gratulálok szeretettel. És akkor a másik első helyezést, hogy az Egyesületünk közösségi kertje kapta, és akkor Virág Jánosnét és a Kasvirág közösségi kertet is jelöljük az országos díjra, és nagy öröm, hogy azért ebből a településből, ahol általában azért, tehát hogy nem szoktak nagyon sokan jelentkezni a konyhakert versenyre, de már elég sok első díjat bezsebeltünk. Tehát Manuki Péterné például már életműdíjat kapott a mini kategóriában,
akkor a közösségi kertből legidősebb kertművelünk. Folytatjuk a virágos kertekkel. Ugye a legszebb konyhakertek az országos kezdeményezés, a virágos kert az pedig Nagykovácsi helyi kezdeményezés. A harmadik helyezett lett idén, aki először indult, Szigeti János Károly. Gratulálok! Második helyezett, aki úgy tudom, hogy szintén először vesz részt a versenyben, Pitz Gabriella és az ő kertje. Talán először van az, hogy nem tudott a zsűri dönteni, és két kertet is első helyezettként hozott ki. Az egyik Koyi László és Koyiné Érti Piroskának a kertje, akik sajnos nincsenek itt. A másik helyezettünk, aki már évek óta próbálkozik, és végre beérett a próbálkozás gyümölcse, a sok-sok munka gyümölcse, Balanyi Bibiána és az ő kertje. Szeretettel gratulálok! Köszönöm szépen! Lehet. Tartás véget. Nagy szeretettel. Köszönöm. És további ilyen gondos kertészkedést kívánok. Bafó családnak szintén elismerő oklevél a sok-sok munkáért. Szeretném megköszönni a zsűri tagoknak is, hiszen évről évre ez nem kis munka végigjárni valamennyi kertet, és ráadásul nem kis felelősség, hogy a különféle szempontok alapján a növényvédelemtől kezdve a biogazdálkodáson keresztül minden szempontot figyelembe véve. Monoki Péternének köszönjük szépen, hogy minden évben szemeit a kertészetek. Vojcek Juditnak is köszönjük szépen az évek között a közös munkát, és szeretném továbbra is számítani rá. Nagy meglepetéssel Stoklász Évának is köszönjük szépen az eddigi munkáját. Mennyi munkád van ebbe, hogy ezt az első díjat meg tudtad szerezni? Rengeteg munkám van benne, meg jó sok derékfájás, főleg a hajolgatás, gazolás, gondozás, ápolás az azért elég sok időt elvisz, és egész embert kíván egészen konkrétan. Most harmadszor indultam el a versenyben, mindig jó helyezést értem el, de most sikerült elsőnek lennem, és nem titkolt célom az, hogy megismertessem másokkal is azt a lehetőséget, hogy ha már zöldövezetbe költöznek, akkor nem kövezzük ki a kertet, meg nem a térkő, a beton és a kocsibeálló és az ilyenek kellene, hogy domináljanak, meg a műfű, mert ilyet is látok, hanem fű, fák, bokrok, virágzó növények. Viszonylag szabványtelkünk van, ami 700 négyzetméteres, és ebből ugye, amit nem foglal el a ház, azt a növények foglalják el. Én a sok széleséget tartottam szem előtt, amikor 10 éve ide költöztünk, akkor egy nagyon gazos, nagyon leromlott állapotú, ilyen halott fákkal teletűzdelt kertet kaptunk a nagyon szép kis házunkkal. És akkor azt mondtuk a párommal, hogy mindenképpen ebből mi egy kis virágzóázist szeretnék csinálni, és nem csak olyan növényeket tettünk be, ami örökzöld, és akkor tuja, meg térkő, hanem gyakorlatilag mindegyik növénynek, amit a kertbe eltettünk, annak van virágja, bogyója, hogy gondolunk a madarakra, gondolunk a rovarokra, tehát rovarbarát, madárbarát kertet szerettünk volna kialakítani, és ez úgy gondolom, hogy sikerült is. Mindenféle fák, bokrok, virágok, kisnövények vannak, és konyha kert is van? Igen, tehát paradicsom, eper, ilyesmi gyümölcsfák is vannak. Rengeteg fáradtság, de azt gondolom, hogy megéri. Pláne én még azt is fontosnak tartom, hogy a talajnak a védelme, ami most így eltörpült. Tehát amikor ide költözik valaki, vesz egy telket, építkezik rá, az az első lépés, hogy gyakorlatilag 1 méter mélyen eldózerolják az egész telket, és utána soha többet nem kerül vissza a termő talaj. Na most, hogyha szárazság van, és nincsen termőtalaj, és nincs, ami megkösse a
a felszínen a földet, akkor az el fog morzsálódni, és akkor oda lesz a nagy kovácsi jó levegőnk, mert por van az egész levegőben. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok egyébként a kertünk talajára, ami most már a 10 éves gondozásnak köszönhetően tele van talajlakó állatokkal, mikrobákkal, ilyesmivel, úgyhogy azok mindig újra és újra elkészítik a jó minőségű földet, amiben a növényeink nagyon örülnek. Komposztunk is van természetesen, tehát komposzttal is elkészítjük, vagy feljavítjuk a földet, úgyhogy én szeretném mindenkinek azt mondani, hogy ne térkövezzen és műfüvezzen, megéri a fáradtságot.